A Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola növendékeinek műsorával kezdődött a csütörtöki emlékülés és díjátadó. Az eseményen Szabó István, a megyei közgyűlés alelnöke, Kabai János feltaláló életútját felidézve köszöntőjében kifejtette: az 1896-ban Bükszent Mihályon született tudós nevéhez fűződik többek között a morfium feltalálása és a tiszavasvári alkaloida gyár megalapítása. Az MTS megyei elnöke arról beszélt, a feltalálóról elnevezett díjat 37 évvel ezelőtt alapították. A Kabai díjat 1979-ben a megyei szervezetünk elődje alakította, mégpedig olyan céllal, hogy olyan természettudományos területen kiemelkedő teljesítményt nyújtó kollégák, akik kvázi életműdíj gyanánt kapják egy bizonyos ciklus lezárásaként, tehát olyan tevékenységet végeztek a megye fejlődése, gazdasági élete érdekében, hogy ezt a szervezetünk díjazással, díjjal, Kabai díjjal jutalmazza. A sorrendben 70. a díjjal együtt járó plakettet Rezsőfi Ágnes építészmérnök vehette át. Nevéhez több megyei épület, így például lakótelepek, templomok és kastélyok építése, valamint felújítása fűződik. Én építész vagyok, építészként dolgozom a városba, immár 1980 óta, és hát több jelentősnek ítélt munka fűződik a nevemhez. Én csináltam a Mária Pócsi görögkatolikus templom felújítását, a görögkatolikusok 16-an termes iskoláját a színház mellett, Kisvárdán a zsinagóga felújítását, ami a Rétközi Múzeum, ez még folyamatban van. A 2016-os év másik díjazottja Ráskó Ferenc villamosmérnök 1982 óta foglalkozik energetikával. Azt kutatja, hogyan lehet csökkenteni az energiaveszteséget, és hogyan lehet hatékony energiatakarékossági megoldásokat alkalmazni. Mind a felhasználó, mind a termelő, mind a szállító részéről lévő adatoknak és a technológiáknak a mélyére kell ásni, és annak alapján megtalálni azokat a lehetőségeket, amik hasznosak lesznek mindenkinek a számára. Kabai János az egyik legjelentősebb személyisége volt a megye tudományos életének, ezért fontos, hogy az utókor elismerje munkásságát és ápolja hagyatékát.